1956-ban a Belga Kongó elvetemült polgárháború örvényébe sodródott. Dr. Paul Carson kórháza is a lázadó erők kezére került. Sok kórházi alkalmazottat megöltek. Sajnos Dr. Carson is közöttük volt. Amikor testét megtalálták az eszeveszett támadás után, néhány nappal, kabátjának zsebében egy új testamentumot találtak. Oldalaira az orvos beírta a dátumot. Ez a halála előtti nap volt, és a férfi egyetlen szót jegyzett fel. Békesség. Békesség a legszörnyűbb körülmények között. Békesség a halállal szembenézve is. Mi adott Dr. Paul Carsonnak ilyen békét? Vajon lehetséges számunkra, hogy a halállal szemben is ilyen hihetetlen békességünk legyen? Mi óvhat meg minket az összeomlástól, amikor a halál lesújt? Oly sok megválaszolatlan kérdés van a halállal kapcsolatosan. Mi történik valójában, amikor valaki meghal? Menny? Pokol? Vagy semmi? Azt tudjuk, mi történik a fizikai testtel, de hol van a személy, amely benne élt? Amikor meghalnak az emberek, teljesen megszűnnek létezni? Vagy tovább élnek valahol? A halál fájdalma oly heves, hogy ilyenkor kétségbe esetten akarjuk hinni, hogy lennie kell utána valaminek, hiszen nem lehet, hogy szeretteink tényleg eltávoztak. Azt gondolhatjuk, hogy ha elég kitartóan keresünk, találunk valami módszert arra, hogy továbbra is beszélhessünk velük. Bizonyos hangok nagyon együttérzően biztosítanak arról, hogy ez mindig az és lehetséges. Vegyük példának James Van Prout, akit lelki közvetítő, azaz médiumnak neveznek. Beszélgetés a mennyel. Egy médium üzenete a halál utáni életről című könyve a sikerkönyvlisták tetejére ugrott, miután bemutatták Larry King talk show-jában. Szívünk a halállal kapcsolatos valódi igazság után kiállt, és szeretnénk, ha békességünk lenne, amikor a sírral kell szembenéznünk. Istennek van valami mondani valója ezzel kapcsolatosan? Mond valamit a Biblia arról, hogy mi lesz velünk, ha meghalunk? A válasz egy együttérző igen. A válasz Jézus Krisztus feltámadásában keresendő. Miután Jézus meghalt a kereszten, barátai, ahogy a Biblia írja, József új sírjába helyezték testét. A római helytartó, Pilátus, egy őrt küldött, és a katonái lepecsételték egy római pecséttel a sír száját elzáró követ. Most már senki sem tudta elvinni Jézus testét. Senki, kivéve az ő atyját. Vasárnap kora reggel, amikor még sötét volt, egy ragyogó angyal szállt le a mennyből, elhengerítette a sír száját lezáró követ, és előhívta onnan Jézust. A feltámadt, megváltó, hatalmas győztesként lépett elő, tökéletes és teljes győzelmet aratva a halálon. A katonák akár a holtak terültek el az angyal dicsőségétől. Krisztus feltámadásának története volt a korai keresztény egyház mozgató ereje, miközben a rómaiaknak nem volt reménységük a síron túl. Csak azt tudták, hogy a sír egy mély, sötét gödör, amiből senki sem remélheti, hogy egyszer ismét élve előjön. Keresztényeknek azonban olyan üzenetük volt, ami a legvalódibb reménységről szólt. A sír nem végállomás. Akik Krisztusban haltak meg, azok egy nap újra élni fognak. A Róma városa alatti katakombák bemutatják a különbséget az ősi időkben élt pogányok halála és a keresztények halála között. Figyeljük meg azok sírfeliratait, akik pogányok voltak, és reménytelenségben haltak meg. Újra és újra a bánat szavait látjuk a bevésett feliratokon. Búcsúzunk örökre, illetve mindörökre búcsúzunk.
Ezután figyeljük meg a keresztények sírjain lévő feliratokat. Viszont látásra, amíg újra találkozunk, vagy jó éjszakát, míg jön a reggel. Sírjaikon a reménység és bátorság üzenetei láthatók, amelyek előre tekintenek a feltámadás napjára. És az élő pedig halott valék, és imé élek örökkön örökké, ámen, és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. A síron túl nincs valós remény a jövőre nézve, csak ha a keresztény tudja, mit tartogat számára Isten. A korintusiaknak írt első levél 15. fejezete Pál nagy tanulmánya, amelyet a halálról és a feltámadásról írt, egyértelműen állítja, hogy ha nincs feltámadás, akkor a kereszténynek nincs jövője. Figyeljük meg, mit mondott. Mert ha a halottak fel nem támadnak, a Krisztus sem támadott fel. Ha pedig a Krisztus fel nem támadott, hiába való a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Akik a Krisztusban elaludtak, azok is elvesztek tehát. De annak érdekében, hogy megértsük, miért mondja ezt, meg kell értenünk, mit tanít a Biblia magáról a halálról. Amikor Isten megteremtette az embert, nem szerepelt tervében, hogy bárki is meghaljon. Miután Isten megalkotta Ádámot, végignézett teremtett művén, és a Biblia azt mondja nekünk, Mózes első könyve első fejezet 32. versében, hogy minden igen jó volt. Ádám és Éva bukása előtt nem volt halál, betegség vagy bánat a földbolygón. Talán emlékszel rá, mit mondott Isten az embereknek. És parancsola az Úr Isten az embernek, mondvá, a kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és a gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél, mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz. A történet következő fejezete nem túl örömteli. A tragikus történetet a Mózes első könyvének 3. fejezete jegyzi fel számunkra. A gonosz felhasználta a kígyót médiumként, megjelent Évának, és arra kísértette őt, hogy legyen engedetlen Istennel szemben, és egyen a tiltott fáról. Amikor Éva megmagyarázta, hogy Isten azt mondta neki, ne egyen annak a fának a gyümölcséből, mert különben meghal, a kígyó azt mondta neki, bizony nem haltok meg. Ez az első hazugság a halálra vonatkozóan, amit a Biblia feljegyez. Éva úgy döntött, hogy hisz az ördögnek, és evett a jó és gonosz tudásának fájáról. Isten kénytelen volt elzárni Ádámot és Évát az életfájától, mert imé az ember olyanná lett, mint mi közülünk egy, jót és gonoszt tudván. Most tehát, hogy ki ne nyújtsa kezét, hogy szakasszon az élet fájáról is, hogy egyék, és örökké éljen, kiküldi őt az Úristen az Éden kertjéből, hogy mivelje a földet, amelyből vétetett. Az emberiség sorsa a halál lett, mert elzárta magát Istentől, aki az élet forrása, és az élet fájától. Isten ekkor azt mondta Ádámnak, egyed a mezőnek füvét, orcád verítékével egyed a te kenyeredet, míg lenn visszatérsz a földbe, mert abból vétettél, mert por vagy te, és ismét porrá leszel. Itt találjuk a kulcsot annak megértéséhez, mi a halál, és Isten mit akar tenni azért, hogy megóvjon bennünket a tőle való örök elszakadástól. A Biblia azt mondja, az ember visszatér a porba, amelyből vétetett. Figyeljük meg, hogyan teremtette Isten Ádámot. És formálta az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellett az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké. Isten vette a föld elemeit, és megalkotta az ember testét. Amikor befejezte az ember testének megformázását, az csak egy élettelen test volt. Ennél többre volt szükség ahhoz, hogy az ember élő lényé legyen. A Biblia azt mondja itt, hogy Isten az élet lehelletét lehelte Ádám orrába, és az ember élő lélekké lett. Így tehetünk egyenlőségjelet. Test plusz lehellet egyenlő élő lélek. Vagy a halált így írhatjuk le. Élő személy minusz lehellet egyenlő élettelen test. Bőr Salamon ezt írja a Prédikátor könyvében.
és a por visszatér a földbe, ahonnét jött, az éltető lehellet meg az Istenhez, aki adta. Ez lényegében ugyanaz, mint amit Jób könyve, a legkorábban írt bibliai könyvek egyike ír a halálról. Hogy mindaddig, amíg az én lelkem én bennem van, és az Istennek lehellete van az én orromban. Figyeljük meg, mit mond a Biblia. Mindaddig, amíg az Istennek lehellete van az én orromban. Isten ezt lehelte Ádám orrába, amikor megteremtette őt. Vessünk egy pillantást egy másik igére. Ne bízzatok a fejedelmekben, emberek fiában, aki meg nem menthet. Kimegy a lelke, visszatér földébe, és aznapon elvesznek az ő tervei. Dávid király kinyilatkoztatja az igazságot a halálról, amikor azt mondja, hogy a lélek, vagy élet lehellete, kimegy a testből, és a test visszatér a földbe. Az ember meghal. Ez összecseng azzal, amit Salamon mondott. Mert az élők tudják, hogy meghalnak, de a halottak semmit nem tudnak, és azoknak semmi jutalmuk nincs többé, mivel hogy emlékezetük elfelejtetett. Mind szeretetük, mind gyűlöletük, mind gerjedezésük immár elveszett. Semmit sem tud. Semmit. Nem, semmit. Ez összecseng azzal, amit a Zsoltáros írt, hogy a halottak nincsenek a mennyben, hogy dicsérjék az Urat. Akkor hol vannak? Tehetjük fel a kérdést. Dávid egészen világossá teszi ezt. Nem a meghaltak dicsérik az Urat, sen nem azok, akik alászállanak a csendességbe. De ha a férfi meghal és elterül, ha az ember kimúlik, hol van ő? Úgy fekszik le az ember, és nem kér fel, az egek elmúlásáig sem ébrednek, nem költetnek föl az ő álmukból. Vaj, ha engem a holtak országában tartanál, rejtegetnél engemet addig, amíg elmúlik a te haragod, határt vetnél nékem, azután megemlékeznél rólam. Íme ezt mondja Isten az ő igéjében, hogy az ember meghal, lefekszik a sírba, és nem ébred fel a feltámadás napjáig. Figyeljük meg, hogyan írja ezt le. Ha meghal az ember, vajon feltámadé? Akkor az én hadakozásom minden idejében reménylenék, míg nem elkövetkeznék az én elváltozásom. Szólítanál, és én felelnék néked. Figyeljük meg, mit mond nekünk Jób. Ha reménykedem is, a sír már az én házam. A sötétségben vetettem az én ágyamat. Figyeljük meg, hogy Jób az alvás kifejezés használta, amikor a halálról beszélt. Ugyanezt mondják más biblia szövegek is. Dávid írta, nézz ide, felelj nékem, Uram Istenem, világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halálra. Dávid félt attól, hogy elalszik a halálra, mert élni akart. Dániel így beszél a halottakról, akik fel fognak támadni. És sokan azok közül, akik alusznak a földporában, felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló utálatosságra. Isten igéjének egyik legvigasztalóbb igazsága az, hogy amikor egy személy meghal, akkor csöndben, az élet problémáitól nem zavartatva pihen, amíg nem hívja az életadó. Ugye nem csoda, hogy a Biblia a halálhoz hasonlítja az alvást. Nátán proféta elmondta Dávidnak, mi történik vele, ha eljön halálának ideje. Mikor pedig a te napjaid betelnek, elaluszol a te atyáiddal. Jézus maga is alvásnak nevezte a halált. Ugyanezt a kifejezést használta barátja Lázár halálának jellemzésére. Vessünk egy pillantást arra, hogyan beszéltek Jézus és közeli barátai a halálról. Volt egy család Betániában, akiknek otthonát gyakran meglátogatta Jézus. Lázár, Mária és Márta otthona volt ez. A Biblia mondja, szereti vala pedig Jézus Mártát és annak nőtestvérét és Lázárt. Egy nap, amikor Jézus és tanítványai Jordán folyónál voltak, három betániai barátja sürgős üzenetet hozott neki, hogy Lázár nagyon beteg. Ám Jézus még két napig ott maradt azon a helyen. Azután Jézus így szólt. Lázár, a mi barátunk, elaludt, de elmegyek, hogy felköltsem őt. A tanítványok megnyugodtak, és azt mondták, ha elaludt, meggyógyul.
Ekkor azért nyilván mondanék ki Jézus: Lázár megholt. És örülök, hogy nem voltam ott, ti érettetek, hogy higgyetek. De menjünk el ő hozzá. Elmentek Betániába, ahol a család élt. Ahogy közeledtek a város felé, Márta eléjük szaladt. Ahogy találkozott Jézussal, így szólt: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Kétségtelen ebben igaza volt, de Jézusnak volt egy terve. Így szólt az asszonyhoz: Feltámad a te testvéred. Most figyeljük meg alaposan Márta válaszát. Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Márta biztosította arról Jézust, hogy tudja, meglátja Lázárt a világ végezetén a feltámadáskor. Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Jézus ezután egyszerűen kijelentette: Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él. Ahogy Jézus odaért Lázár sírjához, János feljegyzi, hogy Jézus sírt. Nem Lázár barátjáért sírt, hiszen tudta, hogy őt nem sokára feltámasztja. A gyász miatt sírt, amit a családtagok és barátok éreztek, és mindazokért ejtett könnyeket, akik a korszakokon át bánatot és gyászt éreztek szeretteik elvesztése miatt. Jézus kérte, hogy vegyék el a sír száját elzáró követ. A kérés miatt aggódva Márta tiltakozott: Uram, immár szaga van, hiszen negyednapos. Igen, Jézus 4 napig késlekedett a Betániába való utazással. Ez a késés nem hagyott semmi kétséget afelől, hogy Lázár halott volt. De a követ elhengerítették, és Jézus hangosan kiáltott: Lázár, jöjj ki! Valaki azt mondta, jól tette Jézus, hogy konkrétan megnevezte Lázárt, különben a földön lévő összes sír megnyílt volna. Micsoda nap lehetett ez a 3 betániai barát számára? Milyen boldogság volt ez számukra? Igen, barátaim, boldog nap volt ez Betániában, de csak egy kis ízelítő volt abból a dicsőségből és izgalomból, ami azt a napot fogja jellemezni, amikor Jézus újra eljön, és minden barátjának sírja megnyílik, akik elfogadták őt személyes megváltójuknak, és felemelkednek, hogy találkozzanak vele a levegőben. Ez az a vigasztaló üzenet, amit Pál apostol megosztott a korai keresztényekkel. Nem akarom továbbá, atyám fiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak. Hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük. Pál elmondja nekünk, mit fog tenni Jézus, amikor eljön másodszor. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak voltak Krisztusban. Pál így írja le a Jézus eljövetelekor bekövetkező eseményeket. Imét titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk, nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombita szóra. Mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. Aztán Pál elmondja, hogyan változunk el. Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára. Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, amely meg vagyon írva. Elnyeletett a halál diadalra. Halál, hol a te fullánkod? Pokol, hol a te diadalmad? Jézus elmondta a tanítványoknak, hogy mindenki fel fog támadni a sírból. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljő az óra, amelyben mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát, és kijönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadására, akik pedig a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. Gondolkozzunk el egy pillanatig. Ha az emberek a mennybe vagy a pokolba mentek, miért volna szükség akár az igazak, akár a gonoszok feltámadására? Miért jelentette ki Jézus, hogy ő eljön másodszor is? És imé, hamar eljövök,
és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Olyan egyszerűnek tűnik az egész. Amikor az emberek meghalnak, megnyugszanak munkáiktól és gondjaiktól, amíg Jézus jön. Miért jön ő vissza? Azért, hogy feltámassza azokat, akik elfogadták a megváltó, értük hozott áldozatát, és együtt lehessen velük. Jézus azért is jön, hogy üdvözölje azokat, akik az ő hűséges követői abban az időben. Hallgassuk csak ezt a jó hírt. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön, az Úr elébe, a levegőbe. És eképpen mindenkor az Úrral leszünk. Láthattuk, hogy minden megváltottnak, hogy Jézuséhoz hasonló, megdicsőült teste lesz, és halhatatlanságot, örök életet kapnak, hogy mindenkor az Úrral legyenek. Valaki felteheti a kérdést. De mi a helyzet a keresztény függő tolvajjal? Figyeljük meg, mit tanít a Biblia valójában arról a tolvajról és az ígéretről, amelyet Jézus adott neki. Jézus két tolvaj közé feszítették keresztre, hogy az őt keresztre feszítők a bűnöző elemekkel azonosítsák őt. Márk evangéliuma elmondja, hogy először mindkét tolvaj gúnyolta Jézust, és azt mondták, ha valóban van hatalma, akkor szabadítsa meg önmagát és őket is. Azután az egyik tolvaj Jézushoz fordult és üdvösségét kiáltott. Így szólt. Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljössz a te országodban. És mondta néki Jézus, bizony mondom néked ma, velem leszel a paradicsomban. Figyeljük meg újra ezt az ígéretet. Igen, barátom, a mai napon, most azonnal neked is meg lehet ez a bizonyosságod. Mert Krisztusban van a bizonyosság. Bár Krisztus meghalt azon a napon, és a sírban feküdt vasárnap reggelig, mégis garantálta a sírból való szabadulást. Milyen csodálatos bizonyosság ez a haldokló tolvajnak, amikor nem volt remény számára. Amikor csak sötétséget látott, ami elrémítette lelkét, Jézus reménységet tudott neki ígérni a síron túl. Jézus ezt ígérte a tolvajnak abban az órában. Ma mondom neked, illetve most mondom neked, velem leszel a paradicsomban. Egyesek úgy gondolják, Jézus azt ígérte a tolvajnak, hogy azonnal a paradicsomba fog jutni. De Jézus maga sem ment fel halála után azonnal a mennybe. A Biblia elmondja nekünk, hogy azon a napon, pénteken, eltemették őt egy kölcsönkapott sírba. Vasárnap reggel Jézus megjelent Máriának, és az asszony imádni akarta őt, de ő nem engedte ezt meg, mert még nem ment fel a mennybe. Figyeljük meg, mit mond Jézus. Mert nem mentem még fel az én atyámhoz. Vasárnap reggel volt, és Jézus azt mondta, nem ment még fel az ő atyához. Jézus tehát nem lehetett a paradicsomban pénteken. A Biblia elmondja nekünk, hogy a tolvaj sem volt a paradicsomban pénteken. A zsidók pedig, hogy a testek szombaton át a keresztván ne maradjanak, miután péntek volt, mert annak a szombatnak napja nagy nap vala, kérjék Pilátust, hogy törjék meg azoknak lábszárait és vegyék le őket. Eljövének azért a vitézek és megtörjék az elsőnek lábszárait és a másikét is, aki ővele együtt feszítetett meg. Mikor pedig Jézushoz érének és látják, hogy ő már halott, nem törjék meg az ő lábszárait. Itt láthatjuk, hogy a katonák megtörték a két tolvaj lábszár csontjait, de Jézus csontját nem törték meg, mert már halott volt pénteken. Tehát sem Krisztus, sem a tolvaj nem volt a paradicsomban pénteken. Jézus lefizette megváltásunk és helyreállításunk árát. A legnagyobb ajándék, amit Isten az emberiségnek adhat, az örök élet. Győzelem a halál felett. Enélkül minden más ajándék hiába való. És a miénk lehet, ha kérjük. Ez a döntés életünk legnagyobb döntése, mert örök sorsunk függ tőle. Az örök élet felbecsülhetetlen értékű ajándékát Krisztus mindenkinek megadja,
aki csak elfogadja őt megváltójának és urának. Az ára csak egy odaszentelt szív, egy megtisztított, megváltozott szív. A keresztlábánál újjá lett egykor büszke szív. Krisztus lehetővé tette mindezt a Golgotán. Tehetett volna ennél többet? Az örök élet a tiéd is lehet, ha eléggé vágysz rá. Mivel ő él, nekünk dicsőséges reménységünk van. Olyan reménység, amely túlmutat a síron. Történt egy este, hogy az Egyesült Államok keleti részén egy sorozat részeként tartottak egy előadást. Egy fiatalember nagyon lehangolóan sétált be a terembe. Az előadóterem közvetlenül egy temető mellett volt. Mielőtt belépett volna a terembe, ahol az előadásokat tartották, a fiatalember lassan átsétált a temetőn. Megkérdőjelezte az élet értelmét. Megbocsátás és szívbéli békesség után vágyott. Ahogy a halálról gondolkodott, mindennél jobban akarta az örök élet bizonyosságát. A bibliai előadás témája azon az estén a következő volt. Reménység a síron túl. A fiatalember odaadóan figyelt. Azon az estén odaszentelte életét Krisztusnak. Azon az estén elfogadta Krisztust, aki meghalt érte, majd feltámadt, hogy örök életet adjon neki. Azon az estén egész életét megváltoztatta az élő Krisztus. Azon az estén békesség árasztotta el lelkét. Azon az estén új remény ébredt szívében. A miénk is lehet ez a békesség, ez a reménység, az örök élet bizonyossága. Élet a síron túl.